Sziasztok, itt vagyunk még mindig a Joy magazinnak a 15. évfordulóján, és itt áll mellettem Jani Csák Veca, szia Veca. Hát figyelj, nem túl rég volt ugyan, tehát vissza tudsz még rá emlékezni, te hogyan töltötted a 15. évfordulódat? A 15. évfordulót, tehát a 15. születnapomra gondolsz? Nagyon jó kérdés, lehet, hogy nem emlékszem rá. Szerintem az akkoriban lehetett, amikor talán először kezdtem italozni, és egy fél sörtől valószínűleg már benyomtam. Nem tudom, az biztos, hogy minden szülinapom eddig mindig jó volt, mert nekem mindig a barátnőim szerveznek ilyen kis szülinapot, és megünnepelnek, úgyhogy az a legjobb. Na hát akkor izgatja a fantáziámat, hogyha ott elindult 15 évesen a fél sörnél, akkor most hol tartunk, van már egy egész sör? Szerintem akkor meg is untam. Tehát az, amikor az ember próbálkozik az alkoholra, de nem jön össze, akkor úgy dönt az ember, hogy inkább megszakítja a kapcsolatot, és én így döntöttem. Most iszom. Neked előadó művésznek azért nyilván nehezebb elmenni bulizni, és hát mondjuk úgy lejutni. Te hogyan bulizol? Hát úgy nem nagyon jutok le, általában ez szokott lenni. Nem vagyok egy nagy bulizós. Egyrészt mivel, hogy ugyebár a munkámból kifolyólag bulit csinálok mindig másoknak ezért valahogy már olyankor nincsen kedvem. Hát nagyon ritka az, hogy én elmegyek bulizni, de ennek az egyik formája az a fesztiválra járás, ezt imádom. Annál nincs is jobb, mert az ember, legalábbis én, ha bulizni megyek, akkor szerintem annak van valami apropója. Tehát például azt hiszem, ha egy koncertre mész, az pontosan ilyen. Tehát meghallgatsz valamit, iszol mellé valamit, de jól érzed magad, barátokkal vagy, úgyhogy én inkább fesztiválozónak mondanám magamat. Meg ott sok a külföldi. Igen, sok a külföldi, bár ez annyira nem mozgatja meg a fantáziámat, mert ott akkor ismerkedni kell, akkor az megint egy ilyen folyamat. Olyankor már jó azokkal lenni, akiket az ember már idézősen bejáratott, és akiket már szeret. Na figyelj, és hogyha már női magazinnak vagyunk itt a születésnapján, itt sok nőt interjúztunk már, és mindenki azt meséli, hogy a képeket szokta nézegetni. Nyugtass meg, hogy szoktatok olvasni is. Szoktunk olvasni, a barátnőm közben itt táncol egyébként, na, tehát ahogy a képeknél tartunk, tehát benne most ez a kép van. Én megmondom őszintén, én szoktam olvasni, és nagyon sok olyan női magazin van egyébként, aminek vannak érdekes cikkjei, ami nem csak feltétlenül a divatról szól, a divatról nem akarok olvasni, ez pont az, amit az ember nézni akar. De ha már valamit olvasok, akkor általában inkább kinyitok egy könyvet. Tudom, hogy ez ódivatú dolog, de inkább könyveket olvasok, és ezt mondanám a fiataloknak is, hogy nyissanak ki minél több könyvet, és utána olvassák csak az újságot, mert azzal lehet, hogy kicsit előrébb lesznek. És akkor így végezetül mi az, amit mondjuk előnyben részesítesz egy magazinban, ha olvasol? Kell az én interjúkat, vagy történeteket, vagy szerelem, szex, gyengétség, rovat? Inkább az érdekes történeteket szeretem, amik néha általában nyilván az, ami idézesen érdekes, hogyha olyan sorsú emberekről olvasol, amit te nem érthetsz meg, akár egy másik országban, vagy egy olyan helyen, ahol nem adatott meg az embereknek, hogy úgy éljenek, mint akár mi. És ezeket érdemes elolvasni, mert az embert egy kicsit nyomasztja, és nagyon rosszul érzi magát tőle, de utána tanulsz belőle, és megtanulod a saját életedet is jobban értékelni, úgyhogy inkább ezeket preferálom. Na hát pedig az interjú rovatnak jobban örültem volna. Veca, köszönöm szépen, ti meg szavazzatok Jani Csák Vecára a Viva Kometen, hiszen még lehet szavazni, van még rá legalább 2 hét. Sziasztok! Nagyon jó ötlet. Ha szavaztok, azt nagyon megköszönöm. Mi is. Köszönöm, sziasztok!